Itt motorozzám. Itt lesz egy vágás. Várjál, inkább felhívom. Na, felvettük a tippeldét. Nagyon vicces lesz itt. Svédországban vettük fel az óceán. Óceán? Szóval valami folyó előtt álltunk. Egy vágy, ez nagyon fontos. Oké. Okay. Igen? Na szóval, vágjunk bele még egyszer. Na, szavaztok, üdvözöllek a YouTube csatornámon. Újra itt vagyunk nektek Ferivel, egy tippeldős videóval. Nem a megszokott helyen vagyunk most, mint általában. Szerintem nem nehéz kitalálni, hogy se nem Floridában, se nem Magyarországon vagyunk. A lényeg az, hogy most Ferivel 7 napot töltünk edzőtáborban. Nem mondjuk el még ebben a videóban, hol is zajlik ez az esemény, de majd a következő videóban meg fogjátok tudni. Erről lesz valószínűleg 2 epizód erről az edzőtáborról. Ugye itt van velem Peszlen, bárra kezdjük ott, hogy Ferenc, sportoperatőr, ugye edző, nutritionist, életmód tanácsadó, befektetési tanácsadó, autószerelő is igazából, autószerelő, igen. Meg online. Még, online, meg még valami esetleg. Hát, amit épp a pillanaton. Hétvégén érkezik a UFC 275-ös gála. Vagy hogy kell mondani? Glover Teixeira. Ja. You know? Szóval, igen. Glover Teixeira. Teixeira, oké. Okay. Glover Teixeira. Teixeira. Legalábbis nekem így mutatkozott. Glover Teixeira, vagy anyag. Szóval, hétvégén érkezik a UFC 275-ös gála, mi pedig itt vagyunk nektek egy újabb tippeldős videóval, ahol a főmérkőzést Glover Teixeira és Jiří Procházka fogja vívni. Viszont még meg fogunk nézni előtte 2 női mérkőzést, mert itt van velünk az első UFC harcosunk edzője, Fábia Melindának az edzője, meg már az én edzőm is, Peszlen Ferenc, aki nagy szakértő. A 2 kedvenc női bunyóson fog ketrecbe lépni. Az első mérkőzés, amit megnézünk ezen a UFC 275-ös gálán, a női mérkőzés 115 fontban fog zajlani, ami pontosan hány kiló? 52,1 kg, és a kínai Wei Li Zhang fogja vívni a harcot. Ez egy visszavágó lesz a lengyel Joanna Jedrzejczyk ellen. Nekem Joanna nagyon nagy kedvencem volt így női bunyósok terén, tényleg rettentő jó muay thai-ja van, és már évek óta a toppon volt, viszont most volt egy hosszabb kihagyása, pont utoljára ezzel a kínai Zhanggal bunyózott, ahol szerintem összehozták a női MMA-nak az egy, szerintem valaha volt legkomolyabb verekedését, ikonikus bunyója volt, tényleg itt a képen láthatjátok, hogy mennyire bucira verték Joannának a fejét, tényleg olyan ödémák voltak a fején, hogy az valami elképesztő. Az én véleményem erről az első mérkőzésről az, hogy nagyon kiegyenlített volt, szerintem Joanna technikásabb volt, viszont a kínai Zhang az sokkal erősebb volt fizikálisan, és ezért tudta megnyerni a mérkőzést. Te mit gondolsz erről a első? Ugyanígy gondolom, valamint, hogyha belemeltünk az esélylatogatásokba, akkor azt gondolom, hogy a kínai fogja behúzni a második mérkőzést is, mert egyrészt is hol lehet, mert nem látom olyan frissnek, mert évekkel ezelőtt volt. Wei Li Zhang pedig azt gondolom, hogy nagyon szisztematikus munkát végez, most átment az Amerika kapitányékhoz, az Eric Albrechtnékhoz edzeni, és egy nagyon jó teambe került bele, és innentől kezdve szerintem borítékolható a győzelme. Ebben a párosításból igazából egyet értünk, mert én úgy gondolom, hogy a lengyel Joannának volt egy 2 éves kihagyása, vagy mi, akkor ő volt. Én nem gondolom azt, hogy ő már annyira meg tudna újulni, viszont a kínai Zhang szerintem azóta csak jobb lett, és a kor is szerintem a kínai lánynak kedvez. Úgy gondolom, hogy ezt a második mérkőzésüket, ezt a visszavágót ugyanúgy a kínai lány fogja hozni. Szóval ebben a párosításban Wei Li Zhanggal megyünk. Tayla? Tayla. Ja, a Santos. És elérkezünk a co-main eventünkhöz, ahol a címvédő Valentina Shevchenko fog egy brazil 19-1-es mérlegű hölgyel bunyózni, Santosszal. A másik nagy kedvencem
Igazából két női bunyós kedvencem van, az egyik Shevchenko, a másik Joanna. Shevchenkoval már találkoztam élőben is, amikor a UFC Texas-i gálán voltam. Szerintem olyan technikai tudása van, amit nagyon sok férfi harcos megirigyelhetne, valamint fizikálisan is rettentő erős. Én úgy gondolom, ha egy súlyban lennének Amandával, akkor ő lenne. Jelenleg ő az egyetlen egy női harcos, aki képes lenne megverni Amandát. Én alapvetően csak így ránézésre rögtön azt mondanám, hogy Shevchenko, de átadom a szót Ferinek. Azt gondolom, hogy meglepetés fokozni a brazil lendületben van Shevchenko benne, akiben kicsit beleöregedett abba, hogy ő a bajnok, és éppen ezért azt gondolom, hogy ebben a mérkőzésben meglepetés lesz, és Dayla Santos fogja megnyerni ezt a mérkőzést. És elérkezünk a 275-ös gálánk főmérkőzéséhez, ahol a bajnokunk félnehéz súlyban Glover, a brazil harcos, aki a UFC történetének a legidősebb harcosa, tényleg ilyen idős, 40 akárhány évesen még nem volt bajnok a UFC-ben, viszont a feltörekvő kihívó, aki csupán két mérkőzés után kapott címmérkőzést a UFC-ben, Jiří Prochazka. A kihívónk nem más, mint a cseh Prochazka, Európa egyik legnagyobb prospektjének tartják most. Nagyon jó, eladható karaktere van. Egy ideje már elkezdtem követni a YouTube csatornáját, ahol igazából nincs meg benne ez, amit a UFC próbálja eladni. Ugye a cseh harcosunknak egy nagyon furcsa hajviselete van, ilyen szamuráj karakterként próbálják őt eladni. Hadonászik a levegőbe, meg a fát üti, ez igazából csak a médiának szól, és ahogy néztem a videóit, igazából az edzéseiben nincs benne ez a faütögetés, stb. Teljesen úgy edz, szerintem, ahogy egy MMA harcosnak edzenie kell, viszont olvas ilyen búdó könyveket, szamuráj életmóddal szimpatizál. Alapvetően ugye két mérkőzése volt a UFC-ben, két nagyon domináns mérkőzés hozott össze, első mérkőzésén Volkan Özdemirt ütötte ki, utána volt Dominic Reyes, ugye? Igen. Igen, őt is kiütötte, szóval egy nagyon profi harcosról van szó, akinek nagyon kiszámíthatatlan stílusa van, nagyon jó erőben van, nagyon jó kondia van, a technikája az nagyon kiszámíthatatlan, és én úgy gondolom ebben a párosításban, hogy Glover már ugye túl van a fiatal korán, igaz, hogy most ért a csúcsra, de én mindenképpen a cseh harcosokat tartom esélyesebbnek, szerintem egy új generáció. Én nagyon szerettem volna látni azt a mérkőzést, hogy Prochazka fog harcolni Alexander Rakicsal a címért, de sajnos ugye most Rakics megsérült, ezért erre várni kell, de én úgy látom, hogy a közeljövőben ők fognak harcolni majd a félnehéz súlyú címért. Én egyáltalán nem akarom leírni Glovert. Szerintem nagyon ritka, hogy valaki ennyi idős korára érik be. Tényleg Glover rettentő kemény bunyós, rógásai azért nem olyan veszélyesek. Földharca viszont elég jó, nagyon sok karháromszög befejezése van, meg rear naked choke. Prochazkával igazából nem fog tudni mit kezdeni, nem hiszem, hogy el tud adni rajta takedownt, és szerintem állóharcban nem igazán tudja majd vele felvenni a versenyt. Én ezt egy elég erős, sima trónfosztásnak mondanám, nem tudom, hogy ott szok hogy állnak. Megkérdezzük Ferencünket, hogy ő hogy látja ezt a mérkőzést. Én is Jiří Prochazkát tartom esélyesnek. Pont a kiszemtatlan stílusa miatt, a frissessége miatt, a lendülete miatt, úgyhogy azt gondoljuk, hogy itt most trónfosztás lesz, úgyhogy én is csatlakozom Ádám véleményéhez. Új félnehézsúlyú bajnok fog születni cseh Prochazka személyében. Hát ennyi lett volna a tippeldős videónk Ferivel az új helyszínen. Mindjárt megfogyok, olyan szél van, remélem, hogy jó volt a hang a mikrofonnal, és nem kell újra venni ezt az egészet. Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel, légy szíves a csatornámra, és dobj egy lájkot. Hamarosan találkozunk a következő videóban, ami egy edzőtáborról fog szólni egy új helyszínen, és remélem, hogy addigra nem lesz semmi szakadás a fejemben. Szevasztok!